Üdvözlök mindenkit, Kubi vagyok, ez pedig itt a Crimson Snow nevű kis játékocska, ami hát egy szép karácsonyi történetet fog bemutatni az ígéretei szerint. Szóval neki is állunk, early kiadás, ezt azért jó a fejünkbe vésni. Amit még tudni kell, hogy valószínűleg 18 pluszos, de ezt majd meglátjuk. Szép téli napra ébredtünk. Csingiling a telefon. Joyce. Hi, handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Minden napot teli beéltünk. Az volt a kérdés, hogy mit csináltunk, amíg ő nem volt velünk. Valószínűleg, nem tudom, ex talán. So you have watched The Office again, but this time with a regular Coke instead of a diet. Ooh, you're such a risk taker, Mark. I like that in a man. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say that hotel had a luxurious. Nagyon jó, tehát ő holnap fog hazaérni, és így mindent elrendezett. És most az a kérdés, hogy milyen képet küldjön most. Egyet a hegyekből, vagy egyet a medencéből. Legyen a medence, lássuk azt. Így van. Csak a medencét akarjuk. Semmi a ezével kapcsolatban. Na, egész jó kis csajt találtak hozzánk. I know that you don't like meeting new people, but I'm worried about you, Mark. Aggódik miattunk. Mert hogy csak vele beszéltünk. És most már karácsony van. És senki se gratulált. Nem igaz, mert kaptunk egy levelet, csak még nem olvastuk el. Az a lényeg. Meg kell keresni. Fel kell neki olvasni. Valahol a bejáratnál van. Nem tudom, melyik a bejárat. Ez nem az. Jó, értem, én is kíváncsi vagyok, de ez a max haladásunk. Tízheten egy kicsit nyöcörög. Ide nem tudom bemenni. Na, lássuk. Az a baj, én már most félek. Pedig itt még... Jól van, na. Hol van Karifa? Milyen meghitt barátságos hely. You lost the letter, haven't you? I would igen, elvesztettem. If I didn't lose my phone around four times megvan. Today. Tessék. You need to look near the front door. It must be there. Minden rosszul alakult, azt mondja valaki. Ready to give us another chance, yes. Azt mondja, hogy ez szerintem a csaj küldte. Az a lényeg, hogy megbánt, hogy ilyen rosszul alakultak a dolgok, és szeretne találkozni és megbeszélni, mert hogy többször nem fogja ezt megcsinálni. Jó, elolvastuk. Well, who's it from? What did they write? A szüleink írtak, hogy boldog karácsony. So nice. Ú, nagyon jó. I thought you stopped communicating with them. Azt hittem, hogy megszakítottuk velük a kapcsolatot. By the way, about communication, please go up to your bedroom window. Menjünk a hálószobánk ablakához. Jó. Well, what do you see? Oh, my girlfriend is messing around with lights at her home. Miért nem hívtál? Fölvehettelek volna a reptéren, szerintem ez lesz az. Isn't it obvious? I wanted to surprise my boyfriend.
Meg akart lepni a barátját. Now, on to the second part of my surprise. But first, show me your festive mood. Maybe I just come to you. Hogy? Hogy mutassak meg azt, hogy nagy izém van? You had some sparklers in your closet. Light them up in front of your window. Closet, az mi? Azt szeretné, hogy... Come to your home right away, but I had to prepare something. You'll see it for yourself soon. Szóval, meg kéne gyújtanunk ilyen kis csillám cuccokat. És azokat hol tároltuk? Mondta, csak elfelejtettem. Valamilyen izébe. Closet, várjál, akkor az az lesz. You didn't fall asleep there, did you? Sorry, Mark, but tonight you won't get much sleep. Elég jól megy a sor. Find sparklers in the closet of your bedroom, and I'll tell you the good news. Jó. Ez az. Oké. Okay. This torch fountain is more powerful. Aha. Oké. Okay. Ezt kell meggyújtani. Light one of them up by the bedroom window so I can see it. Jól van már. Tessék, meggyújtottuk. There it is. Now I can feel the Christmas spirit. All right, here's the second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy until you saw the price tag? Today? Oh, vett francia bort, amit ki akartam próbálni. So, take your sparklers and come over. Let's celebrate Christmas together. Let's celebrate Christmas. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? Persze. Okay, nem fogjuk elmondani neki, hogy milyen ajándékot vettünk, szóval megfogjuk és átvisszük. The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Take your gift and come to see me. It's under the tree, isn't it? Így van. Under the tree. Valahol. Ez lesz az. Oh, gyűrű. El akartok jegyezni. Az a lényeg. If you found the gift, come see me already. Jól van, megyek már, megyek. Did you leave the house? It's easy to get lost in this weather. Follow the light, Hansa. I'm waiting for you. Follow the light. Már megyünk is. Ez egy kuka. Ettől még nem kell megijedni. De egy kicsikét kezdek azért el. Parázolni. That's a fun baby, ez. Jó. Szólni kell majd neki, hogy fizesse ki őket. Ez a háza. Egyébként így a beszélgetés alapján még egész jól hangzott a dolog. Becsukódott az ajtó. Ja, ezt magunkhoz vesszük. Biztos, hogy kelleni fog. Merry Christmas. Jó, körbenézünk itt nála. Hopp! Az... Hát csezd meg! De ez... Itt röhögött a fülünkbe és nincs itt. Föl van borítva. Jó. Sajnos ennyit tud a 1070, hogy ilyen kis...
Itt is szép a fenyő. Azért vett ajándékot bőséggel. Mit nem mondják? Kezdem azt érezni, hogy meg fogok ijedni, és nem szeretek meg ijedni. De hol a csaj? Where are you? Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. Tehát már itt vagyok. Jó, megmondjuk, hogy what does inside your house mean? I'm standing at the door and I didn't see you come in. Hey Santa, it looks like you broke into the wrong house. Get out of there before you get... Most nem tudom, hogy a csaj az csak szórakozott velünk, vagy nem. Eddig se nézett ki teljesen 100%-osan a kecó, de így még brutkobb. Nem tudom, hogy mi vitt rá erre a játékra, megmondom őszintén. Nem tudunk hazamenni. Lehet, hogy itt még nem kellett volna meggyújtani. Az anyád! Hello! És közelebb menjek hozzá? Szia szíve! Hogy vagy? Hogy vagy? Olyan furcsán mozogsz. Oké. Kapcsolt a tévé. Meg ez a szar is. Nem tudtunk volna magunkkal hozni egy ellenlámpát? Merry Christmas. Azt mondja, hogy szerintem már láttuk ezt a posztkárdot. I'm sorry, but I can't return from my trip before Christmas. Jó. Tehát egyszer megírta azt, hogy nem tud visszajönni karácsony előtt, munka miatt. És hogy ünnepeljünk nélküle. Jó. Nem tudjuk, hogy mi ez a kép, mert hogy... mintha a szülei máshogy néztek volna ki. Most nem azért, de ezt miért nem tudjuk megfogni és magunkkal vinni? Na mindegy. Minden szubi. Hopp, lett még egy. Ebben nem. Ebben se. Eddig így is elég romos volt a kecó, most még egy kicsit. Alkotunk hozzá. Bátor vagyok, nem félek? Bátor vagyok, nem félek? Hello?
Itt van valami furcsaság. Hadd a nézz száncsengőt. Szálltam, hogy van itt valami. Ez nem a Csajunknak a kézírása, hanem valaki várt ránk. És azt írja, hogy bármi is történik ma, illetve mindent, ami ma történik, ez a tökéletes ünnepünk lesz. Hogy lassan jövök. Dress. A karácsonyfa, karácsony dekor, tűzi játékok és a gyűrű. Nem mehet el. Már itt is van. Honey, are you there? Igen, hello. Már itt se vagyok. Hello. Szia. De jól nézel ki. Hol a francba van az ajtó? Szia, gyere ide, gyere ide. Úgy értem, ennyi elég is az első résznek. Majd nem sokára folytatjuk.